Szép estét kívánok! Folytatódik a Fehérvár Televízió évértékelő ünnepi beszélgetés sorozata. Ma esti vendégünk Simon László, a Fejér megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Adventben azt hiszem, hogy kötelességünk, hogy beszéljünk, mi minden történt ebben az esztendőben, hiszen azt tudjuk, hogy évről évre változik, korszerűsödik, és ezzel együtt fejlődik a Fejér megyei kormányhivatal szervezete. Ez egy nagyon fontos mindannyiunknak, hiszen ne feledjük, itt a közép-dunántúli régióban, Fejér megyében mintegy 450 ezer ember él, 4300 négyzetkilométeren van 10 kistérségünk, 108 településünk, 2 nagyvárosunk és 15 egyéb város, és az itt élők számára rendkívül fontos a kormányhivatal a mindennapjaikban. Ugye tudjuk, hogy korszerűsödik a szervezet. Milyen most a Fejér megyei kormányhivatal? Mennyire ügyfélbarát? Mutassa be nekünk a szervezetet. Rengeteg változás történt az elmúlt esztendőben és azt megelőző években is. A kormányhivatal a kormány területi közigazgatási szerveként szolgálja a lakosságot. Mindegy 1500 dolgozónk van, kormánytisztviselőnk van. És ugye valóban az a cél, hogy ügyfélbarát szolgáltatást, gyors, hatékony szolgáltatáscsomagot kínáljunk a megyében élő állampolgároknak, és nem csak az itt élőknek, hanem mivel ugye a megye helyzetéről ejtett szólt az imént, nagyon fontos a elhelyezkedésünknél fogva a tranzit szerepe, rengeteg üdülni, pihenni vágyó ember jár hozzánk, őket is ki kell, hogy szolgáljuk. Tehát azt gondolom, hogy az ügyfélbarát közigazgatás akkor valósul meg, hogyha korszerű, gyors szolgáltatást tudunk nyújtani az állampolgároknak, és ez a fő cél, ez a fejlődésünknek a motorja, ha úgy tetszik. Ennek a célnak alárendelten tett több intézkedést a magyar kormány, és tettünk mi is. 8 járásban 11 kormányablakban és 2 okmányirodában szolgáljuk ki front office, a fronton az embereket jelenleg. Korábban ez nem így volt. 1-200 hatáskörben, úgymond ügyben tudtak az okmányirodák mondjuk 2011-12 előtt szolgáltatásokat nyújtani, most már mintegy 1500 ügyben lehet hozzánk fordulni. És a szervezetnek is nyilván, mint említettem, ehhez a új kihíváshoz kellett igazodnia. Az 1500 dolgozónk, mondhatni mindegyike a kormány megbízottól a frissen kinevezett beosztottig, képzésben kell, hogy részesüljön, és részesült részben, jövőre is lesznek ilyen programok, és azt gondolom, hogy a jövő útja, ugye az a mi helyi szlogenünk, hogy miben segíthetünk, jövő útja az, hogy otthonról online tegyük lehetővé, és például 2018-től rengeteg ügyben lehet már majd így ügyet intézni, tegyük lehetővé az állampolgároknak az ügyintézést. Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja, vagy az ügy jellege olyan, akkor pedig nagyon-nagyon rövid időn belül érje el a lakóhelyéhez, tartózkodáséhez, helyhez legközelebb eső ügyfélszolgálatot, tehát így lehetne összefoglalni a fő célokat. Nagyon fontos, amit mondott, hiszen én személyesen is tapasztaltam, hogy évtizedekkel ezelőtt, ha valaki szeretett volna valami ügyet intézni, először is nagyon sokat kellett utaznia, a másik oldalról pedig hosszú sorban állás várt rá. Kormányablakok többek között ezen is segítettek, és ráadásul, hogy ahogy ön is mondta, felkészült ügyintézők várják. A járási hivatalok megerősítése ezzel kézenfogva jár, gondolom én. Abszolút. Ennek a célnak rendelünk alá valóban mindent, hiszen pontosan 2017. január 1-től hát egy nagyon energikus lépést tettünk az irányban, hogy az első fokon az ügyfeleket fogadó járási hivatalok a 8 járásunkban telepítettünk minden olyan hatáskört, olyan ügyintézési jogkört, amely az állampolgárokat közvetlenül érinti.
Nagyon megerősödött a megyeszékhelyi járás, a Székesfehérvári járási hivatalnak a szerepe, hiszen a 250 fős korábbi szervezet a Fehérvári járási hivatalnál mintegy 600 főre nőtt. Rögtön hozzáteszem, még ha valaki azt gondolná, hogy itt most ennyi embert és új foglalkoztatottat vett föl az állam, nem. Megyei szintről tettünk át, csoportosítottunk át munkaerőket a járásokhoz, pontosan azért, hogy helyben tudjuk intézni az embereknek az ügyeit. És ugye merész lépéseket tettünk, megnézte a magyar kormány azt, hogy Európában, a világban melyek a legkorszerűbb közigazgatási és leghatékonyabb közigazgatási megoldások, és a helybe levezényelt munkaerőnek az a dolga, hogy közvetlenül fogadja és intézze az állampolgárok ügyeit. Magyarán helyi kapacitás növekedés történt belső átcsoportosítással. Ha egy példával éljek, ugye mindjárt emlékszünk Székesfehérváron, az Okmányirodában, a Kok László utcában, amely ugye az elmúlt időszakban külsőségében és belsőleg is megújult, mintegy megnégyszereztük az ügyfélfogadási kapacitást. Piactéren is ugye itt Fehérváron van egy kis kormányablakunk, és van rá igény. Azt gondoltuk, hogy gyorsabban és hatékonyabban intézzük az emberek ügyeit, ez volt a cél. Rengeteg ember jön, mondjuk Budapestről, vagy említettem a nyári idegenforgalmat, hiszen a kormányablakok országos hatáskörben dolgoznak, magyarán szólva debreceni ember betér hozzánk, az ügyek túlnyomó részében elintézzük az ügyeit. Egy személyigazolvánnyal, közlekedési igazgatással kapcsolatos ügyet, ha idehozunk példaként, vezetőengedély, nem kell Szolnokon, Debrecenbe a lakóhelyen bemenni, erre jár, itt is elintézzük. Nagyon korszerű online ügyfélfogadó rendszer van, ugye az jó dolog, hogyha tudjuk, hogy időpontra megyünk, és ott biztos, hogy fogadnak, és azonnal intézik az ügyeinket. Addig nem zárnak be a kormányablakaink, mondjuk 18 óraig vagyunk nyitva a hét több napján, a 18 óra előtt egy perccel érkező ügyfelet is fogadjuk, ha esetleg 19 óraig kell dolgozni, 19-ig dolgozunk, tehát mindenféle olyan megoldás, praktikát próbálunk bevetni, ami egy gyors és hatékony kiszolgálást célozza. Hát azzal, hogy a bürokrácia csökken ilyen értelemben, azt hiszem, hogy ez egy óriási lépcső, függetlenül attól, hogy a járási hivatalok újra, hogy újra vannak járások, ez jót tesz. Tehát a központosítás az, én azt gondolom, hogy az emberek számára nem hozott jó dolgot annak idején. Bár számszerűsíteni nem szerencsés, de azért arányaiban mennyit nőtt a kormányhivatalok ügyfélforgalma? Mintegy 500 ezer ügyfélt szolgáltunk ki egy év alatt, és mintegy 2,5 millió ügyben intézkedtünk. Persze a számokkal mindig csinyán kell bánni, hiszen azt is el kell, hogy mondjuk, hogy rengeteg hatáskör került az elmúlt években elintéző feladat a kormányhivatalokhoz, hiszen ha azt mondom, hogy 2010-11 előtt, ugye csúnya szóval élve, dekoncentrált területi szervként működött külön igazgatóságként, minden emlékszünk rá, a nyugdíjigazgatóság, a fogyasztóvédelem, agrárigazgatási igazgatóságok voltak, társambiztosítás. Ez a mintegy 23 szervezet ma már a kormányhivatal égész alatt dolgozik, és itt is szeretném hangsúlyozni, többször ér olyan úgymond vád bennünket, és biztos, hogy több vonatkozásban nagyon sok igazság van, hogy sok az állami alkalmazott, rengeteg alkalmazottat kell eltartani az adófizetőknek, ez általánosságban biztosan igaz, de minden olyan feladat növekedésnél, amit megkaptunk, belső átcsoportosítással meglévő pénzügyi és humán erőforrás felhasználásával oldottunk meg. Magyarán egy fillér több költségvetési támogatást nem kaptunk, ha feladatot kaptunk, akár központi szintről, egy új státuszt, embert nem vettünk föl, megoldottuk belül, és átcsoportosítottunk, és folyamatosan ez a feladatom nekem, hogy ezt a kihívást koordináljam, hiszen valóban elvárják az emberek, hogy a befizetett adóforintokból hatékony és gyorsabban intézzük az ügyeiket. Van még mit tenni, hátra nem dőlhetünk, én azt gondolom. De még egy példát engedjen meg nekem. Ha ezeket a szerveket összevonva nézzük, a akkori megyében dolgozó vezetői létszámnak most a felével látjuk el a feladatainkat, amely szervezeti egység anno évtizedek egy igazgatóságként tette a dolgát.
ma egy osztályként teszi úgy azokat a feladatokat, és el tudjuk végezni a munkát. Tehát a szemléletváltozás tetten érhető, lefedik voltak éppen a köznapi állampolgár mindennapjait, hiszen ügyes-bajos dolgaikat egy helyen, a kormányablakokban, az ügyfélfogadó irodákban elrendezhetik. Ez feltétlenül szükséges volt. De ez egy folyamat volt ugye az elmúlt években. Tehát egyik pillanatról a másikra nyilván nem ment. Abszolút nem. A legnagyobb kihívás az, hogy a hozzánk kerülő, illetve a nálunk dolgozó munkatársainkat, munkatársaimat valóban erre szemléletváltásra ösztönözzük. Volt, akit nem sikerült. Minden egyedi ügyet, panasz ügyet, mert hiszen ilyenek is vannak. Naponta több ezer volt, van, hogy 10 000 ügyet intézünk. Egy-kettő panasz beérkezik hetente. Nagyon akkurátosan vizsgáljuk és vizsgáltatom azt, én magam is személyesen részt veszek abban, hogy melyek azok a konklúziók, melyek azok a levonható következtetések, amely még jobbá tesz az ügyfélfogadásnak a menetét, rendjét. Nem elfogadható egy közszolgától azt, hogy arrogáns, türelmetlen, negatív hozzáállású legyen. Vannak, amikor kicsit várni kell nyilván, hiszen mondjuk éppen a piasztéri kormányablakunkat említettem az imént, nagyon népszerű, hiszen jó helyen van. De ma már, hogyha ha nézzük, valóban akár már bővíteni is lehetne, hiszen nem régen adtuk át mégis. És akkor türelemre van szükség. Empátiára van szükség. Tehát empátia, türelem. Másik a szakmai felkészültség, hiszen az 1-200 ügyből 1500 ügy került a munkatársaink, a front office-a kiszolgálási területen dolgozó munkatársaink úgymond nyakába. Lehetetlen ellátni, hogy most egy nyugdíj ügyben, most egy személyigazolvány, tehát lehetne sorolni, nyilván 1500 ilyen feladat van. Erre fel kell őket készíteni. Említettem a képzést, folyamatos képzés van, egy korszerű informatikai háttértámogatás és szakmai háttér segítségnyújtás, így próbáljuk ezt a nagy-nagy feladatot kezelni. Az új szemlélethez nyilvánvaló, hogy új szabályozási rendszer, új eszközrendszer, új jogszabályok is csatlakoznak. Miként lehet ezeket úgy alkalmazni, hiszen ön beszélt arról, hogy folyamatosan fejlődnie kell, tehát ez azt jelenti, hogy minden nap együtt kell élni a központi kormányzati intézkedésekkel is. Igen, a központi kormányzati intézkedések pontosan az előbb kifejtett célokat szolgálják. Folyamatosan azt vizsgálja a magyar kormány, és ebben a kormányhivatalok, a kormány megbízottak is részt vesznek, hogyan lehetne egyszerűsíteni, olcsóbbá tenni mind az állampolgárok részéről az ügyintézést. Több mint 100 olyan jogszabály, törvény módosításra tettünk javaslatot mi a kormányhivataloktól, nyilván országosan, amely azt célozza, hogy ezek a célok ugye megvalósuljanak. Azt jelenti, hogy nagyon sok ügyben egy egyszerűsített eljárás, egy bejelentési eljárásra van szükség, és nem egy 60 napos mondjuk hatósági herce-hurcára, amikor is az állampolgárnak be kell jönni 5-ször, 60 papírt kérünk el tőle, és végén nagy kegyesen az állam vagy a hatóság kér egy határozatot, na kérem szépen ezt a beruházást, vagy ezt az építkezést, vagy ezt a ügyet el lehet intézni. Azt vizsgáljuk folyamatosan, hogyan lehet ezeket a szükségtelen, bürokratikus eljárásokat ugye megszüntetni, vagy nagyon-nagyon rövid processusra lekorlátozni. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Vannak olyan ügyek, több tucat, ami immár egy bejelentéssel indul, és tudomásról veszük. Nem is hozunk határozatot, hanem ha kell hozzá bármely adat, és a állam részére rendelkezésre áll, akkor megkeressük a másik hivatalt, vagy akár házon belül, és nem rendeljük be az állampolgárt, hogy még hozzon be kedves Juliska néni még egy ilyen papírt, vagy tisztelt vállalkozó úr még a 6. igazolását. Próbáljuk, és ezt a utat követjük. Itt is van még mit tenni. A kedves nézők biztos találkoztak még olyan ügyekkel, amelyek nem így van, de ezért nagyon fontosnak tartom. A bürokrácia önmagát termeli, és önigazoló, hogyha egy hosszas eljárásokban van. Határidőkről beszéltem előbb. Az ügyeinknek a döntő többségét 8 nap alatt lerendezzük.
Vannak olyan eljárások, és itt nyilván mondjuk az elsőfokú építési hatósági hatáskör még a jegyzőknél van, másodfok a kormányhivatal, de ugye köztudott, hogy bizonyos alapterületű családi ház építésnél elegendő egy bejelentéssel indulni, és nyilván a hosszas hatósági eljárásra nincs szükség. Nagyon fontos az e-igazolványnak a kérdésköre, amelyben még nagy lépéseket kell tegyünk, de én magam is azt képviselem, hogy amikor a tárcánkat kinyitjuk, és benne TB igazolvány, SZEM igazolvány, lakcímkártya, a vezetőengedélyünk, és még kutya fel tudja, hogy micsoda van benne, és akkor én is keresem, ha megyek ügyintézni. Egyértelmű, egy plasztik kártyán, egy e-igazolványon kellene rajta lenni minden olyan lényeges adatnak, amelyet a hatóság elfogad, akár egy rendőri igazoltatásnál, mert van érvényes vezetőengedélyem, vagy rajta van az adószámom, esetleg, hogy a baj van, a vércsoportom is leolvasható egy egyszerű szkenneléssel. Ez a kártya már megvan, de mögé kell tenni egy informatikai szervezési megoldás csomagot, amellyel valóban megvalósulnak ezek a célok. Ez a jövő útja mindenképpen egy közbevetőleges megjegyzés. A bürokrácia mióta világ, a világ szitokszó. Viszont nélküle nem működik közigazgatás, nem működik állam, viszont csökkenteni lehet, ahogy ön is elmondta. Viszont miként lehet csökkenteni a rezsit, hiszen a hivatali rezsicsökkentés is a jövő egyik fontos feladata. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok lépés történt ebben az ügyben. Egyrészt a belső rezsicsökkentést is végre kell hajtani, másrészt ugyancsak jogszabályi döntésekkel kell a folyamatot növelni, vagy hatékonyabbá tenni. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány előtt most van egy olyan javaslatcsomag, amelyről jövő év elején lesznek publikus információk, amelyben további lépésekre lesz lehetőség. Nagyon bevált, és azt gondolom, hogy az állampolgárok, ha már rezsicsökkentésről beszélünk, nagyon pozitívan fogadták azt, hogy egy olyan lehetőség nyílt, amelyben a megélhetés költségeit pontosan a háztartások ugye rezsiköltségének csökkentésével sikerült jelentősen mérsékelni. A következő nagy-nagy lépcsőfok, és erre utaltam az ebben, a vállalkozások költségeinek a további csökkentése. Én azt gondolom, hogy a 18-as esztendőben is lesznek erre konkrét lépések. Várjuk ki a végét. Igen, a VOSZ elnökével beszéltem erről, ő is üdvözli ezeket a lépéseket. Viszont foglalkoztatottság. A Közép-Dunántúlon élünk. Ebben a régióban rendkívül magas, hiszen tudjuk, Székesfehérvár az elmúlt esztendőben a harmadik lett ebben az értelemben, tehát a fejlődés tetten érhető. Ugyanakkor a Székesfehérvár és a városokon túl vannak bizony olyan régiók, kistérségek, ahol a foglalkoztatottságnak nőnie kell. Gondolok itt elsősorban a mezőgazdaságra, ahol lehet lépéseket tenni. Nemrégiben jártam Velencén, ahol aláírtak például az iskolák egy olyan megállapodást a térségben, ami lehetővé teszi, hogy új szakmák, illetve hát kibővítsék a mezőgazdaságot, és gondolom, hogy a kormányhivatal is sokat tud ebben segíteni. Abszolút. Ugye a foglalkoztatás állami és ennek a szakterületnek állami kezelése megyében valóban a kormányhivatalnál van. Összességében a statisztikai adatok szépek, ha a Fejér megyét tekintjük, hiszen a 8000 fős múlt havi munkanélküli szám az akár elenyészőnek is tekinthető, sőt, ugye csökkenő pályán tendenciát észlelünk holnapról holnapra, és a 4%-os munkanélküli ráta is nagyon pozitív a Fejér megye, ha a megye egészét tekintjük. De valóban a megyében árnyalt a kép, hiszen egy nagyon erős és gyakorlatilag munkanélküliséggel kimondhatjuk nem érintett Székesfehérvár és agglomeráció, vagy Mór környéke e tekintetben szépen szerepel, de a mezőgazdasági területek, a megye Dunához közelő eső része, Enying, Sárbogárd térsége valóban egy teljesen más helyzetben van.
Azt gondolom, hogy komplex programokkal kell kezelni azt a helyzetet, amely a megye ezen részeit érinti. Mire gondolok? Arra, hogy helyben kell munkalehetőséget biztosítani az embereknek, mert hiszen itt nincsenek munkahelyek, amelyek helyben tudnák tartani lakosságot. És ugye bonyolult demográfiai társadalmi hatásai vannak természetesen ennek jelentésnek, jelenségnek, hiszen érezhető az elvándorlás, érezhető és tetten érhető az ingázás, hiszen buszon indulnak Sárbogádról, Enyink térségéből, Fehérvárra, de a szomszéd megyékbe is viszik az embereket 60-80 kilométerre, holott azokban térségekben valóban megvan a muníció és a lehetőség. És igen, itt beszélhetünk a mezőgazdaságról. Rengeteg uniós forrás, sok uniós forrás, fogalmazzunk így, áll rendelkezésre arra, és állt rendelkezésre, hogy helyben a mezőgazdaság fejlődjön. A kormányhivatal vidékfejlesztési főosztálya, amely nemrég kapott hatáskör és feladat ugyancsak a kormányhivataloknál, fő feladata az, hogy azokat a uniós forrásokat diszlokálja ezekbe a térségekbe, tehát gyümölcs, zöldségfeldolgozó üzem, gabonaraktár, a helyi vállalkozók, mezőgazdasági vállalkozók támogatása, gépbeszerzés, terület alapú támogatásoknak a kezelése, adminisztrálása, az mind-mind arra hat, hogy az embereknek helyben adjanak munkát elsősorban a vállalkozók, a vállalkozások, illetve olyan modern fejlesztésekre kerül sor, amely ugyancsak ezt a célt szolgálja. Ugye erre jó példa a Sárbogárdon nemrégiben megnyitott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a új hivatal része, hiszen az is nagyon sokat segített. Abszolút. A kulcs szó mindenképpen a hatékonyság. Amit az imént itt felsorolt ön, a beszélgetésünk kezdete óta, az mind-mind ezt a célt szolgálja. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ami ma elég volt, az holnap már talán kevésbé az. Miként lehet javítani a hatékonyságot, folyamatosan fejlődni, ahogy tetszik? Ugye a hatékonyságunk valóban kulcs szó. Azt gondolom, hogy egyrészt további jogszabályi javaslatokat kell, hogy tegyünk. Nagyon megtisztelő az, hogy valóban a kormány megbízottaknak az országban van a megyei tapasztalatokból, amiről ugye nagyon sok elhangzik most is, egy olyan lehetősége, hogy olyan jogszabályi megoldásokra, változtatásokra adjak javaslatot, amely ezt a célt szolgálja. További bürokrácia csökkentésre van szükség, ez egyértelmű, erről beszéltünk róla. Gyorsítani kell bizonyos eljárásokat, pontosan a vidékfejlesztés témáját hozhatjuk ide, hiszen még mindig több hét, hónap telik el, mire mondjuk egy vállalkozó a bejutott pályázatára döntést kap, és forrást kap ezután. Nem megengedhető, főleg a mezőgazdaságban itt maradva, ahol gyorsan kell, és ugye egy forgótőkére, egy támogatási fix háttérre van szüksége a vállalkozónak. Vizsgáljuk folyamatosan, pontosan ezen célok érdekében azt, hogy hogyan tudunk még a szervezeten belül további hatékonyságjavító lépéseket tenni. Apró kigazításokra és változásokra lesz szükség a elkövetkezendő esztendőben. Még több munkaerőt és feladatot fogunk a végekre járásokhoz vezényelni, illetve egy informatikai forradalom előtt állunk. Nagyon sok fejlesztés van, és a kormányhivat is érintett egy olyan projektben, ahol mintegy 7 milliárd forint értékben országos léptékű változtatásokra és korszerűsítésekre lesz lehetőség, innen Fehérvárról vezényeltem. Mindig lehet jobb körülményeket teremteni nyilvánvaló az ügyfélfogadás rendjéhez igazodva, és azzal, hogy most már, ahogy az imént is említette, az ország bármely területéről és bárhol bemehetünk ügyes-bajos dolgainkkal, ez azt jelenti, hogy továbbra is kell fejleszteni ezeket az ablakokat, kormányablakokat. Mit lehet ennek érdekében tenniük? Fehér megyében és itt Fehérváron az a célunk, hogy valóban ezek a lépések tovább történjenek és tovább haladjanak.
Székesfehérváron szeretnék jövő évben a vasútállomáson egy új kormányablakot megvalósítani, és a lakosság rendelkezésére bocsátani. Három új és megújuló járási székhely beruházás van folyamatban. Itt Székesfehérváron, ha a fehérváriak erre járunk és látják, megújul a Székesfehérvári járási hivatalnak az épülete, és nagyon sok beruházásunk van Dunaújvárosban, egy megújuló szinte új járási hivatal épület lesz, Bicskén zöldmezős beruházásban igen, ugyancsak egy új beruházás lesz, tehát ezek a fizikális feltételek javításában mindenféleképpen fontos lépések. Azt gondolom még, hogy említettem a belső átcsoportosításokat, a belső feladatoknak a pontosítását. Az is fontos lesz, hogy a frissen végzett munkavállalóink, állami tisztviselőink oda kerüljenek azokba fontos pozíciókban, hiszen a fiatalokban a jövő nyilván a tapasztalatot nem lebecsülve nagyon fontos, ahol még egy kulturáltabb, gyorsabb és hatékonyabb ügyfélfogadást tudunk biztosítani. Köszönöm szépen. Nos, mit kívánhatnék önöknek? Adventben vagyunk. Áldott békés karácsonyt kívánok önnek, munkatársainak. A várakozás, a feltöltődés időszakában tegyék meg, hiszen nincs kétségem felőle, lesz dolguk bőven 2018-ban is. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok, és nagyon boldog új évet önnek is, és a kedves nézőknek. Kedves nézőink, ünnepi beszélgetéseink sorozatában Simon László, a Fejér megyei kormányhivatal kormány megbízottja volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!